Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy érdekes megoldást szeretnék bemutatni a KDE alatt. Természetesen máshol is van terminál, és máshol is megoldható az, hogy ehhez hasonló előreugróálló terminál tudjunk kapni. Egy gomb megnyomásával előreugrik a terminál, majd amikor nem kell, nem ott van a fókusz, vagy megnyomjuk gombot, abban a pillanatban eltűnik. Ilyesmit i3 alatt is, XFCE alatt is be tudunk állítani, illetve véleményem szerint az összes felületre be lehet állítani más programmal, de a KDE egy sajátot hozott. Ez a neve én igazából kiejteni nem nagyon szeretném, hiszen nem vagyok olyan jó nyelvész, hogy ennek a kiejtését pontosan tudjam, de lényeg az, van egy előreugró terminálunk, én, illetve azt hiszem az alapbeállítás is egy F4-es beállítás, illetve F12-es, hogyha az van beállítva, értelemszerűen előreugrik egy terminál. Ez egy normál terminál, ezen nincs semmi egyéb gondolat, tehát ez nem egy extra terminál, ami iszonyat sok mindent tud, és magától beírogatja a parancsot, hanem egy előreugró terminál. Logikus elvárás az, megnyomod a gombot, előreugrik, dolgozol vele, és hogyha elveszed tőle a fókuszt, azaz máshova kerül a fókusz, visszahúzódik. Ez nagyon kényelmes abból a szempontból, hogyha használod, és adsz egy hosszabb parancsot, mondjuk egy hosszabb frissítést, vagy egyebet, és eltűnik, közben háttérbe futnak a dolgok, tehát nem kell attól tartani, hogy bezáródik a terminál, nem működik a dolog, megszakad a folyamat, háttérbe kerül, igencsak kényelmes dolog. Na jó, előhoztam. Kinézete olyan, ahogy be van állítva, erről igazából sok mindent nem szeretnék mondani. Ami nagyon jó dolog benne, hogy ez egy méretre be van állítva, jelenleg nálam ennyi, de tudod változtatni. Oké, minden ablak méretét tudod változtatni, de ez meg is jegyzi, terminálként megjegyzi, és használhatod. Igen, az sem mindenhol kényelmes és jó dolog, hogyha elkerül róla a fókusz, azaz a másik programra, másik ablakkal kattintasz, akkor ő bizony eltűnik, szeretnéd, hogyha folyamatosan ott legyen, akkor ezt a kis gombot itt alul megnyomod, és utána kattogtatok, halljátok, vagy legalábbis elhiszitek, hogy én itt kattogtatok, és ő nem tűnik el. Ez is egy nagyon jó dolog, hogy tudod váltani, tehát nem arról van szó, hogy rád kényszeríti, az előreugrik, és ha elkerül a fókusz, eltűnik, hanem azt csinálja, amit te akarsz, be tudod állítani, és használni tudod. A következő gondolat logikusan, hogy mi az, amiért ezt érdemes használni, hiszen Dunát lehet rekeszteni terminálból. Én azt mondom, hogy ez se tud többet, mint Alacrity, Kitty, meg egyéb, de legalább a KDE-be szépen beállítható. Akinek idegen az, hogy szövegszerkesztővel állogatja be a programot, természetesen aki sokat használ terminált, őnek ez nem okozhat problémát, annak ez a megoldás kényelmes, mert mindent grafikus felületen tudunk szerkeszteni, beállítani. Ami nekem nagyon tetszik, azt látjátok, 1, 2, 3, akármennyi fület létrehozhatsz, azaz egymásra halmozva tudsz több terminált használni, egyikbe fut valami, átlépsz a másikba, odáig dolgozol. Hagyományos terminálban ez általában nem így működik, másik ablakot kell megnyitni. Persze fejlettebb terminálokban lehet különböző megoldásokkal füleket is használni, illetve megosztott terminált. Itt is van lehetőség a terminál megosztására, azaz rákattintasz erre a sorra, és mit kapsz? Új munkamenetet indíthatsz, két terminál vízszintesen, megoszthatod két fele, rákattintasz ide, két terminál függőlegesen, megoszthatod így is, illetve négy terminál rácsban. Kényelmes, igaz? A helyzettől függően változnak a menük, ez azt hiszem megszokott bármelyik grafikus felületen, azaz ezt tudod használni. Jó, használunk, van egy csomó terminálunk, 2-4-et elő tudunk keríteni, plusz van egy csomó fülünk. Nagyon kényelmes dolog, tehát annyi terminált kapsz, amennyit szeretnél használni, illetve annyit használsz, amennyit kell. Van egy beillesztés lehetőség, ami minden terminálban általában megvan, de itt korrektül szokott működni. Gyakorlatilag nem csak billentyű kombináció, itt van a billentyű kombináció leírva neked, hanem a beillesztés gombbal is meg tudod tenni. Ez azért kényelmes, hogyha egéren van a kezed,
akkor nem kell különböző egyéb Ctrl-Shift-V-t nyomogatni, hanem be is tudod illeszteni fájlkezelő megnyitása. Ez egy érdekes dolog, és szerintem egy nagyon jól eltalált dolog, mert hogyha én terminált használok, sokszor előfordul, hogy a fájlkezelő is kell, valami oknál fogva, amit nem parancsorba szeretnék megnyitni, alkotni, tenni, venni, egyéb, oda a fájlkezelőt meg lehet nyitni. Általában fordítottja, minden fájlkezelőben megvan, hogy a fájlkezelőből terminált tudsz nyitni, de logikusan az, hogy éppen megnyitsz egy terminált, dolgozol belőle, és akkor nyitni szeretnél egy terminált, az alapból a legtöbb terminálba nincs meg. Nézzük is meg, fájlkezelő megnyitása, és megnyitotta a fájlkezelőt, én ezt fölhúzom, hogy lássátok, megnyitotta, persze, hol nyitotta meg, abban a könyvtárban, amelyet én használok, tehát nagyon logikusan összeállított dolog. A kódolás megadása, általában ez nem kell hozzányúlnod, mert alapértelmezett Unicode beállítás az teljesen jó neked, az UTF-8. Ha véletlenül más kódolású szöveg van, mondjuk fájlnevek, egyebek, vagy ilyesmi, akkor természetesen át tudod állítani különböző nyelvre. Alapértelmezettség szerint hozzá nem kell nyúlni. Keresés és a pufferelezés. Keresés, értelemszerűen Ctrl-Shift-F, ezzel tudsz keresni, illetve pufferelés. Na hát ez mi a szösz? Nyilván a terminálban sok minden van, és ott te tudsz dolgozni, írsz, és utána elgörgdül a íromány. Mindenki tudja, hiszen lapozgatni a terminálba a terminál kimenetek között tudunk. Ez igazából nem annyira érdekes, visszagörgetés beállítása, beállíthatod, hogy hány sor legyen meg, hány sort mentsen, illetve tartson meg, amíg be nem zárod a terminált, azt is be tudod állítani, hogy egyet se. Oké, én most az alapbeállítást megcsináltam, és ide ütök egy ellest, nem egy nagy dolog, mindenki ismeri, listázd ki a könyvtárnak, illetve a lemeznek a dolgait, lényeg, itt van egy csomó íromány, és akkor oda megyek, pufferelés. Na hát ezt akartam bemutatni. A kimenet mentése másképp. A kimenet mentése másképp legyen OOO és TXT, mert egyszerű szöveg, én azt szeretem, illetve hát egyszerű szöveg, illetve HTML dokumentumot lehet választani. Akkor válasszál HTML dokumentumot, amikor a színekre szükséged van, illetve egy weblapra HTML oldalba be akarod biggyeszteni a kimenetet. No hát, oké, mentjük a kimenetet, és mentéssel bökök. Nem történt semmi, de én ezt szépen most becsukom. Becsukom, asztalra megyek, és itt van az AAA, nagyon fantáziadús nevű szövegem, és rákattintok, és lehet látni, amiből elindítottam, nyilvánvalóan a kimenetet, a múltbéli kimenetet, tehát nem a jövőt, azaz elindítod a pufferelést, és utána menti a későbbi dolgaidat, hanem az előző dolgoknak a kimeneteit, beírogatott parancsokat, egyebeket lementi. Ez alapvetően nem egy nagy dolog, hiszen át tudod irányítani logikusan az egészet egy TXT fájlba, hiszen a pipéket, egyebeket, kacsacsőröket ismerjük, de azért kényelmes, valljuk be, hogy nem kell az adott egy darab kimenetét a parancsnak átirányítani egy fájlba, hanem ő automatikusan ami kimenetet kilistáz, azaz kiírunk a terminálba, és még a parancsokat is azt egy fájlba le fogja neked menteni. A múltbélit, nem a jövőbelit. Azaz nagyon kényelmesen tudunk hosszabb kimenetet, vagy esetleg hibás jelzéseket, olyan jelzéseket, ami valami hibára utal, rögtön egy TXT fájlba lementeni, és akkor látjuk, akkor tudjuk értékelni, nézegetni, kényelmes. Alapvetően nem egy nagy feltalálás ez, igaz? Hiszen terminál kimenetet bizony le tudunk menteni, meg különben is, hogyha a terminálba itt csinálunk, és kivágjuk, és betesszük egy szövegfájlba, megoldható, de itt alapból megoldható, és nagyon jónak tartom azt, hogy az előző kimeneteket tudjuk lementeni. Miért? Mert hogyha van egy parancs, és működik a parancsom, és dolgozok vele, beadok egy következő parancsot, kilistáz egy kilométer hosszú szöveget, hogy bizony önneki ez a siráma. Keresem, hogy mi hol van benne, görgetek le föl.
A terminálba egy idő után úgy belekeveredik az ember, hogy csak na, nem kényelmesebb az egész kimenetet rögtön beletenni egy fájba, és azt nézegetni, abba keresni, hiszen egy fájba való keresés, egy szövegbe való keresés alapvető dolog egy ilyen kimenetnél, egy ilyen szövegszerkesztőnél, hiszen azzal nézzük majd meg ezeket a kimeneteket, és akkor a hibát hamar tudjuk orvosolni, hiszen szövegfájba meg lesz nekünk. Nagyon-nagyon kényelmesnek találom ezt a megoldást. Következő gondolat, jobb klik az alsó sorban, a puskámra fel van írva, jobb klik az alsó sorban, mit látunk? Elválasztás függőlegesen, elválasztás vízszintesen, meg tudjuk tenni azt, hogy különböző módon elválasztjuk a terminálunkat, logikus, úgy állogatod be a terminált, ahogy neked kényelmes. Jelenlegi profil szerkesztése gyakorlatilag itt is, mind a KDE-be, meg egyéb programokba természetesen profilokat tudsz létrehozni. A profil szerkesztés egy teljes beállítás. Tehát a terminálunk teljes beállítását meg tudod változtatni, hozzárendelsz egy nevet, azaz profilt, és utána értelemszerűen, ha azt a profilt előhívod, akkor olyan lesz a terminálod, úgy működik, ahogy kell. Tehát többféle profil mentén tudod a terminált használni. Általában véleményem szerint ez nem egy olyan nagy dolog, de jó dolog, aki többféle profilt szeretne, többféle terminál beállítást szeretne használni párhuzamosan, ő neki egyszer kell beállítani A, B és C profilt, és utána ugyanaz lesz állandóan kényelmi dolog, bár véleményem szerint a terminált ennyire csicsázni, ennyire állogatni alapszinten, a mi szintünkön, ahogy beírunk egy-két parancsot, lefut, aztán örülünk, hogy nem toltunk el túl sok dolgot, és kényelmesen megoldottuk a feladatot. Itt igazából nincsenek a profilozás értelme és haszna, de aki többféle beállítást szeretne, ő bizony meg tudja tenni. Oké, leokézzük, és a terminálomat újra megnyitom, mert be van állítva, hogy ugorjon el, az előbb kapcsoltam ki, de most már nem fog elugrálni, azaz ezt a beállítást meg lehet tenni. A következő gondolat, rákattintunk, jelenlegi profil megvolt, munkamenet átnevezés, a munkamenetet át tudod nevezni, nem szoktam átnevezni, hogy ide mi van írva, nyilván aki aktívan többet használ, és különböző feladatokhoz különböző nevet szeretne adni a fülecskéknek, megteheti, nem az életem vágya, hogy ezt meg tudjam tenni. Következő dolog, bezárás megakadályozása, értelemszerűen, hogyha rábögsz, akkor nem fog bezárodni a terminálod, itt is hasonló dolgot tudsz elvégezni. Billentyűk leütések letiltása, ebben a munkamenetben az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es terminálban láthatod, hogy melyik terminál az, amiben letilthatod a billentyű leütést, hogyha valami fut, vagy nem szeretnéd, hogy esetlegesen menet közben oda be tudjál írni, értelemszerűen le tudod tiltatni az aktivitásodat, illetve az üres járatodat, amikor végez a terminál például, őt át tudod küldeni a értesítő felületre, és akkor értesítést kapsz, hogyha végzett az adott program, az adott script lefutott, én általában ezt nem használom. Munkamenet mozgatása jobbra-balra, tehát a munkameneteket, őket jobbra-balra tudod mozgatni, igazából nem az életem vágya, hogy a hatos parancs értelmezőt, a hatosat áttegyem a 4-es és az 5-ös közé. Logikus, mozgatni tudod, nem olyan izgalmas. Aktív terminál bezárása, munkamenet bezárása, értelemszerű, be tudsz zárni bármit. Oké, okay, ezek nagyon kényelmes dolgok, lépjünk is tovább. Megnézzük azt, hogy ide kattintunk, mit csinál? Akkor kattintsunk ide, és megkapjuk a főmenüt. Én ezt főmenünek hívom, igazából nem tudom miért, de ez adja az egésznek a tényleges beállítási lehetőségét. Mi ez? Egy-két dologra rákattintasz, és látod a sugot. Igazából érdektelen dolog, hiba bejelentés, értelemszerű, ha hibát találsz, bejelentheted, a névjegyet megnézheted, a KDE névjegyét megnézheted, alapvetően nem túl izgalmas, hogy mi a névjegye, gyakorlatilag akkor érdekes, amikor a verziót szeretnéd megnézni, de általában nem ezt szoktuk nézegetni, teljes képernyős mód, beállíthatod úgyis, ezzel, hogy az egész képernyőt egy hagyományos terminálként elfoglalja,
logikus, azt használod, amit akarsz, nyitva tartása, amit az előbb megbeszéltünk, képernyő, melyik képernyő nyíljon meg mindig. Azaz, az van beállítva, hogy kurzor pozíciónál, ha több képernyőd van, logikus, egynél ez igazából nem izgalmatos, tehát az első vagy a második képernyőn jelenjen meg, én átállítom az egyesre, azaz ezen a képernyőn, ezen a monitoron fog megjelenni szélessége, hát logikus a szélességét, illetve a magasságát tudod beállítani, akkora magasságú lesz, amire beállítod, azaz ekkora kényelmes. Igen, az alatta lévő dolgokat látom, a szélén nem fut ki a kávára, a monitor szélére nem fut ki, szerintem így kényelmes, valamilyen beállításokat meg lehet tenni, beállításokat megtehetett profil szerkesztése, új profilokat létrehozhatsz, majd azokat be tudod állogatni. Logikus feltételezés, hogy azoknak van ilyenre szüksége, aki többféle terminál beállítást szeretne, hozzáadhatod a profilt, és megkapod a beállítási lehetőségeket. Oké, ez nekem igazából nem kell, nem szoktam profilt használni, legalábbis ebben a pillanatban, lehet, hogy megkedvelem valamikor, és aztán különböző beállításokkal, különböző profilokat hozok létre, ennyire azért nem szeretem a terminált. Billentyűzet beállítása, billentyű parancs beállítása, végig kell nézni, azaz itt is lehet látni, hogy a beállítás nagyon fontos, a billentyű parancsok beállítása nagyon fontos. Logikusan megint azt mondom, hogy a billentyű kombináció beállítására oda kell figyelni, végignézed, mi kell, mi nem kell. Én úgy gondolom, hogy ezt mindenki végig tudja nézni. Az is egy fontos dolog, hogy csak az legyen beállítva billentyű kombinációhoz, amit valóban használsz. Ne foglalj le billentyű kombinációt egy-egy olyan feladatra, amit az életben nem használsz. Ha a kódlapot soha büdös életben nem váltod, akkor nem kell a kódlap váltásához billentyű kombinációt hozzáilleszteni, mert az le lesz foglalva. Ha nem használod aktívan ezt a terminált, ezt a részt, akkor értelemszerűen nem érdemes túlzásba vinni a billentyű kombinációk használatát, annak a beállítását, hogy talán, hogyha majd valamikor akkor tudjak ilyesmit, olyasmit megcsinálni vele, mert a többi elől elveszett. Hiába van rengeteg billentyű kombináció, hiába van különböző lehetőség ilyen-olyan módosító billentyűkre, azért nem az összeset tudjuk használni, igazából csak azokat a billentyű kombinációkat érdemes beállogatni, amiket kényelmesen elérsz, az, hogy 5, 6, 8, 10 akárhány újjal állogassál te egy billentyű kombinációt, az már azt hiszem egy túlzott dolog, hogyha 2-3 újjal kényelmesen el nem érhető billentyű kombinációkat beállít az ember, azt úgyse fogja használni, mert kényelmetlen lesz. Nem lesz ergonomikus a beállításod. Értesítő üzeneteket be tudod állítani, hozzáteszem, a legtöbb KDE programban az értesítő üzeneteket, a felugró ablakban megjelenő üzeneteket, azokat testre tudod szabni, nem mindegyikben egyformán, nem mindegyikben ugyanaz, de testre tudod szabni, le is tudsz tiltani egy-két idegesítő üzenetet, illetve be tudsz olyan dolgokat állogatni, amelyeket szeretnél egy üzenetként, egy riasztásként beállítani az adott funkcióhoz. Logikus üzenetablak. Ez az általános, hogy az üzenetablakban valami üzenet megjelenjen. Oké, ezt mindenki ismeri, de azért nézzük meg, van hanglejátszás. Tehát, hogyha valami ezek közül történik, egy üzenetet tud küldeni, oké, ismerjük, de jó lenne időnként hangbeállítást is megtenni, hogy szóljon is, ne csak az üzenetablakban dobjon ki nekünk valamit. A megszokott üzenetablakon, illetve hanglejátszáson kívül fájdbaírás, illetve parancsfuttatása is megoldható egyéb dolgok mellett. Ezeket át kell gondolni, hogy van-e rá szükséged, illetve tudod-e használni ezeket, hogy írsz egy szkriptet egy adott esemény kezelésére. Igen, meg lehet oldani, összetett dolog, figyelj arra, hogy összetett dolgoknál előfordul, hogy hibázol, nem tudsz nagy hibát elkövetni, mert hogyha valami nem sikeredik jóra, visszaállítod az alapbeállítást. Beállítás ablak, és igen, beállítás ablak nagyon-nagyon szép, az ablak beállítás, inkább így mondom,
A lapozósávot be tudod állítani, hogy megjelenjen ő a lapozósáv egyébként, címsorok tartalmának megjelenítése a lapok címkéjében. Na hát ezt ki kell venni, hogyha be van pipálva. Alapértelmezés szerint, véleményem szerint nincs, de nem emlékszek rá, hogy mi volt az alapértelmezés. Ide azért ne írja be az életrajzát, a háború és békét rövidítve. Azaz ez nagyon jó kis beállítási lehetőség. A méret és animáció, itt is beállíthatod a méretet, a magasságot, a szélességet, az előbb rámutattam, hogy bizony máshol is be lehet állítani, az animáció időtartamát, ezt én szeretem jól lehúzni, mert minél gyorsabban jelenjen meg, kérje meg az ablakkezelőt az animáció végrehajtására, animáció köl, nem köl, el tudod dönteni, pozíció, hát véleményem szerint így középre nagyon jól néz ki, logikusan jobbra-balra tudod tologatni, értelemszerű, azt használsz, amit akarsz, oda tudod beállítani, tehát van benne olyan beállítási lehetőség, amit valóban érdemes testre szabni, nekem ez a pozíció nagyon tetszik, ezért ezt szoktam használni, de hogyha neked véletlenszerűen az jobb, hogy ide menjen, vagy ide menjen, hát bizony be tudod állítani, oda teszed a vakarod, én alapértelmezésbe visszahozom, és a magasságot egy picit megnövelem, hogy szép legyen, úgy, és így kényelmes lesz alkalmazásra bökök, jegyezd már meg, megjelenítés az összes ablakon, a megnyitás a képernyőt, azt visszateszem így, és oké, ez a beállítás megtörtént. A működés beállítása, ez a fül fontos, egyesével végig kell menni. A fókusz megkapása, a bezárása az összes ablaknak, előreugró, ne előreugró beállítás legyen, ezt mindenképp egyénileg be kell állítani, hiszen ez a lényege. Akkor és úgy működjön, ahogy nekünk kell. Én egyetlen egy dologra szeretném itt is felhívni a figyelmet, a többi nagyjából értelmezhető félmondattal le van írva. Kilépés megerősítése, a több lap van megnyitva. Ez azért fontos, mert hogyha egy terminálból kilépsz, tehát nem fölcsukod, meg lecsukod, kilépsz, akkor megszakadhat a benne futó folyamat, hogyha egy script vagy egy parancs fut. Te becsapod az ajtót, megszakadhat a parancs, azaz nem hajtódik végre, bezáródik, balhé van, nem nagy balhé, de általában nem szereti az ember, hogyha egy futó parancs drasztikusan a terminál bezárása miatt megszűnik, indítasz mondjuk egy grafikus programot, becsapod a terminált, akkor a grafikus program is bezáródik, tehát ilyesmire igazából jobb, hogyha odaírjuk, hogy kilépés megerősítése, a több lap van megnyitva, és abban az esetben megkérdező valóban be akarod csukni, vagy nem. Oké. A megjelenítést érdemes megtenni, beállítani olyanra, hogy neked tetszik. Ha sokat használod a terminált, és szeretnéd azt, hogy valahogy úgy jól nézzen ki, a színek olyanok legyenek, amilyen neked kell, akkor különböző témákat be tudsz aktivizálni, akár fájból, illetve új témák beszerzése a szokott módon. Van jó pár téma, végig kell nézni azt, hogy melyik tetszik neked, azért fontos, hogy olyan legyen, amilyen neked tetszik, és be tudod állítani. Oké, leokéztuk. Nagyjából átmentünk azon a gondolaton, hogy bizony beállítottuk a kinézetét, beállítottuk a nézetét, és beállítottuk azt, hogy nagyjából úgy működjön, ahogy nekem kell. Nézzük meg, hogy a profil szerkesztésnél milyen lehetőségeket ad a saját profil beállítása. Lehet látni, és azt hiszem mindenkinek feltűnt, hogy a normál beállítási ablakon kívül van különböző beállítási lehetősége egy-egy profilhoz. Ha az alapprofilt használod, az alapba be van állítva nagyjából jó. De mit adhat általános? Hát bizony alapértelmezés legyen a neve, logikus elgondolás, hogy az alapnak alapértelmezés a neve, a parancs, ami háttérbe fut, a shell, ami háttérbe fut, az milyen legyen, a kezdőkönyvtár milyen legyen. Általában az van beállítva, hogy a te saját könyvtárodban nyíljon meg a terminál, én azt mondom, ezt hagyni kell ilyenre, de hogyha van egy olyan munkakönyvtárod, amiben a szkripteket, egyebeket fogod futtatni, és ott szoktál általában a terminálban dolgozni, akkor beállíthatod, hogy az alapkönyvtár más legyen. Én nem szoktam, hiszen a terminálba ide-oda tudok léptetni a CD parancssal,
kényelmes első osztályú, de ha neked egy másik könyvtár kell, be tudod állítani, környezetet be tudod állogatni, az egyéb környezeti változókat, ismétlem, a változókat ide meg tudod adni, és itt van egy picit olyan a gondolat, hogy különböző profilok létrehozásával különböző környezeti változókat meg tudsz adni neki, tehát hogyha ilyen igényed van, értelemszerűen itt bizony szépen be lehet állítani a terminál méretét, be lehet állítani megint 101. hely, ahol valaminek a méretét, minőségét állogatni tudjuk a KDE-nek, és szerintem a GNOME-nak is ez a nagy előnye az egyszerűbb rendszerekhez képest, hogy bizony ilyen el-vissza, itt is, ott is, amott is be tudunk állítani, beállítási lehetőségek vannak. Lapok, a lapok nevét, azaz ezeknek a fülecskéknek a nevét be tudod állogatni, meg tudod szerkeszteni. Itt különböző munkamenet, szám, felhasználói név, helyi gép, egyéb kerüljön ide. Gyakorlatilag én alapértelmezetten meghagytam, 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, ennyi. Nem kell túlzásba vinni a nevezéktant, illetve a színét meg lehet adni, hogy ő neki milyen legyen a tabnak, a fülecskének a színe. Nem igazán izgalmatos. A megjelenítés egy picit más, mint az előzőben megadott megjelenítés, mert itt azért a terminál belső képét, az írományok, az írásoknak a képét tudod megváltoztatni, ki kell nézegetni, hogy mi az, ami tetszik. Rengeteg van alapértelmezettségben is. Én úgy gondolom, hogy megtalálhatod azt, ami tetszik, szerkeszteni tudod, na hát ennek nem álltam neki, hogy ezt szerkeszgessem, a megfelelő beállítás, tehát a téma beállítás megtörtént, az ott lévő színek beállítása téma szerinti, de ha neked nem tetszik az alapértelmezett beállítás, hogy olyan legyen a szín, a háttére meg egyéb, amilyen át tudod állítani. A betűméretet, a fontméretet meg tudod adni, én ezt át is állítom egy kicsit nagyobbra, mert szeretem, hogyha nagyobbak a betűk, és leokézom, és alkalmazással bögtem, és rögtön élőbe válik. Miért fontos? Hogy jól lássam kényelmesen, ezzel a felbontással élsimítás, egyéb ilyesmi be van pipálva, köszönöm, ennyi, tudsz új színsémát is összeszedegetni, életemben nem csináltam ilyet. Aki ezek között nem találja meg azt, ami neki tetszik, állogasson sajátot, és az valóban testre szabás lesz, visszamegyek ide. Kurzor, a kurzor milyen legyen, a szokott beállításokat megteheted, ugyanezeket a BAS, ZSH egyébnél is a parancsfájba, az indító parancsfájlába, konfigurációs állományába be tudod állítani, nem nagy über valami, villogjon, ne villogjon, hát nekem inkább villogjon, mert szeretem, hogyha villog, egyéb beállítások rögtön láthatóan olyanok lesznek, amilyen, hát bizony be tudod állogatni. Egyéb dolgokat érdemes átnézni, általában nem nagyon számít, hogy a sorok között milyen távolság legyen, de a szélétől való távolság az bizony számít nekem, én szeretem azt, hogyha nem folyik rá a betű a legszélére, persze nem helytakarékos, de valljuk be, a mai monitorok mentén ezek nem jelentenek gondot, a jó nagy monitorból az oldalából leveszek 7 pixelt a terminálnak, és akkor nem folyik rá a szélére. Ízlések és pofonok, egyéb beállítás megtehető. Figyelj arra, hogy ezek a javasolt beállítások, az alapbeállítások megfelelnek a szabvány beállításnak, tehát az általános terminál beállításnak. Olyasmit ne nagyon piszkálj, amit nem tud, mert ütközhet különböző egyéb dolgokkal, de bármi beállítható. Azt állítasz be, amit akarsz, eltolni nem tudod, mert hogyha valami nagyon eltolódik, véletlenül tudod, nem te voltál, hanem valaki más, akkor visszaállogathatod az alap beállítása. A görgetés egyszerű, a sorok száma megvan, ennyi lehet a maximális szám, illetve a görgetésnek a ugrási távolsága fölle, hogyan menjen, hány sort ugorjon, az bizony nekem be van állítva alapbeállítása, de ezen is tudsz változtani. A billentyűzetet beállíthatod, szerkesszük a billentyűzetet, hát bizony, ezekhez nem kéne nyúlni. Erre nagyon figyelj, ezek olyan dolgok, amihez alapszinten az ember nem ért.
Én nem szeretném ezeket piszkálni. Különböző olyan beállítások ezek, amik valóban nem azt mutatják meg, hogy az A betű ott legyen, hanem egyéb dolgokat mutatnak meg a terminálba. Nem értesz hozzá, ahogy én se. Legjobb, hogyha alapértelmezett dolgokat úgy hagyod, ahogy van, váltogathatsz értelemszerűen, amelyik tetszik, nem nagy különbséget fogsz találni. Az egérműveleteket beállíthatod. Nyilvánvalóan itt az egér működése fontos. Általában azt mondják, hogy terminálos munkánál az egérre ne hagyatkozzunk, de mi nem a klasszikus értelemben használjuk a terminálokat, hanem úgy használunk egy terminál emulátort, mind az egésznek egy részét. Tehát nem csak egy terminálba írogatunk, és azzal vezéreljük a gépünket, hanem esetlegesen ki vagy be másolgatunk dolgokat. Azaz az egérre nagyon támaszkodhatunk a másolásoknál, be, illetve kimásolásnál. Ez akkor fontos, ha van egy terminál kimenet, és azt szeretnéd mondjuk egy szövegfájlba betenni, vagy éppen az ellenkezője, olvasol egy honlapon valamit, és ott van egy jó kis parancs, azt szeretnéd behelyezni a terminálba. Tehát az, hogy mit, hogyan és hogyan másolgasson, itt be tudod állítani a ki- és a bemásolgatásnak az összes paraméterét. Természetesen nagyon odafigyelj, mert nagyon kényelmessé, vagy nagyon bénává tudod tenni a terminálos munkát, ha van ki bemásolgatási lehetőséged, akkor, hogyha jól vagy rosszul állítod be az egyéb beállításokat, szintén érdemes végignézni. Én azt mondom, itt is az alapbeállítás megfelel. A speciális beállítás igazából nem is annyira speciális a URL-ek, tehát a weblap címeknek a kiemelése, az, hogy melyik billentyűvel történjen, nem túl izgalmatos. Én terminálból nem szoktam indítani webkeresést, egyebet, tehát ilyesmire nincs szükségem, a többit is megnézed, hogy melyik, ami érdekes, illetve melyik, ami nem érdekes, villogószöveg engedélyezése, egyéb ilyen dolgokat érdemes átnézni, nem szoktam hozzányúlni, itt az alapbeállítás számomra teljesen megfelelő. Pár szóba összefoglalnám, hogy miről beszéltünk. Ez egy kényelmesen, jól használható terminál. A KDE-be teljesen be van integrálva, gyors billentyűzhető. Vannak benne fülecskék. Azaz 1-2-3 megnyitott terminál egymásra halmozva, így kell lesz elképzelni, és gyorsan tudsz egymás között váltani. Ilyenkor a teljes képernyőt, teljes ablakot látod, illetve a teljes ablakot meg tudod osztani vízszintesen, függőlegesen vagy négyfele. Nagyon kényelmes, mert akár több terminált egymásra halmozva, akár több terminált egymás mellett is tudsz nézni. Az egész jól konfigurálható. Itt a konfigurációt nem csak azon értem, hogy bizony a integrálást, a KDE-be kibemásolgatást, egyéb kinézetet hogyan állítod be, hanem jól be tudod konfigurálni grafikus felületen magát a működését is. Színeket, egyéb ilyen kattintásokat, egyéb működési környezetet, tehát a profilokat be tudod állítani úgy, ahogy neked kell. Alapszinten logikusan nem a profilokkal fogunk mi vesződni, hogy bizony 2-3-4-5 fajta profil legyen, de hogyha valaki több környezeti változóval szeretne különböző munkakörnyezetbe például dolgozni, különböző beállítások mellett, tehát bármit be lehet tenni a profilba, ahogy lehetett látni, akkor ő ezt meg tudja tenni. Nem kezdőknek való dolog, aki időnként előkapja a terminált, és ezt azt telepít, ezt azt csinál benne, hanem azért egy kicsit haladóknak való ez a profilozás, de benne van, mindent be tudsz állítani grafikusan, azaz nem kell igazából túl nagy szakmai hozzáértés, hogy itt kell ezt a sort megváltoztatni, hanem a csúszkák ide-oda húzogatásával a kinézetet, egyéb beállítást bepipálással meg tudod tenni, azaz nagyon kényelmesen konfigurálható és jól használható. Magában a használatban én megint azt emelném ki, hogy a kimenetet a terminálból különböző parancs nélkül, különböző átirányítás nélkül le tudod menteni egy sima szövegbe, illetve HTML fájlba, és akkor azt tudod tanulmányozni. Nagyon praktikus. Egy kicsit kitérnék arra, hogy ezt a kimenetmentést hogyan is érdemes használni. Azon kívül természetesen, hogy a
hiba van, azt lemented, és tudod tanulmányozni, meg tudod osztani a hibajelzéseket. Jó sok angol szöveget szokott kiírni valami, hogyha éppen neki nem tetszik a probléma, és gond van, akkor nem a terminálba kell keresgélni, lapozgatni, becsukom a terminált, eltűnik, oké. Okay. Én arra is szoktam használni, hogyha telepítek valamit, és feltelepül valami, egymás után hosszabb telepítésnél előfordul az, hogy többször kírja, hogy még vannak javasolt csomagok. Igaz? Ez egy nagyon érdekes dolog, javasolnak csomagot. Ezeket általában szeretem átnézni, és hogyha kell telepíteni. A terminálból keresgélni, hát nem biztos az, hogy éppen az a kedvencem, hogy visszagörgetek jó sokat, és onnan próbálom megnézni, hogy mi az, amit még javasol. Ha ezt az egészet átteszi az ember egy TXT-fájba, és abba lapozgat, valamivel kényelmesebb. A másik gondolat az, hogyha én telepítek valamit próbaként, terminálból, esetlegesen jó sok cuccot kell telepíteni, ott van az interneten a szöveg, hogy bizony ezt is telepítsd, ezt is telepítsd, ezt is telepítsd, még így, még úgy, még ilyen beállítást kellene tenni. Oké, ezeket az utóbbi időben kimentem. Kimentem egy szövegbe, tehát a terminál kimenetét egy TXT fájlba átmentem, és hogyha kiderül egy hét múlva, hogy bizony ez a programra nekem aztán abszolút nincs szükségem, akkor elő tudom venni ezt a szövegfájt, és pontosan azokat, amiket telepítettem hozzá, azokat el tudom távolítani a gépemről. Nem nagy trükk, de legalább egy kicsit odafigyel az ember, hogy tisztán tartsa a gépét, hiszen előfordulhat, hogy a programhoz telepítünk 20 egyéb dolgot is, könyvtárakat, amiket előírnak, nem függőségeket, hanem egyebeket, és utána a törlésnél nem feltétlenül fordul elő, hogy mindegyikre emlékszünk, hanem csak a fő programot, amiért ezeket az egyéb dolgokat telepítettük, azt szedjük le. Ezek pedig ott maradnak a gépünkön, és a helyet foglalják, és különben is jobb, hogyha az ember tisztán tartja a gépét. Köszi szépen, hogy meghallgattatok, sziasztok!